Az előbb látott programajánlóból egy nagyon fontos esemény kimaradt, méghozzá a Főhe Fesztivál, amit idén már 19. alkalommal rendeznek meg. Vendégünk a két főszervező, Nagy Arabella és Hetei Norbert. Sziasztok! Jó estét! Nem az idén 19. alkalommal, hanem ugye a történelem idején 19. alkalommal, tehát lassan tényleg 20 éves jubileuma lesz a Főhének. Nem tudom, hogy ez a 19 év nyilvánvalóan stílusban, magának a diákok életének a ritmusában is azért elég sok változást hozott, de amikor meg kell szervezni a Főhét, akkor kérdés az egyáltalán, vagy ez már annyira automatikus, hogy biztos, hogy nagy buli lesz, és teljes gőzzel bevetitek magatokat a szervezésbe? Hogyan készültetek az ideire? Igazából már olyan régóta dolgozunk együtt, hogy nálunk már ez teljesen jól működik. Elsősorban igen, az egyetemistáknak szervezzük a Főhe Fesztivált, de már annyira kinőtte magát a fesztivál, hogy a városlakók, illetve a környező városokból is érkeznek, és természetesen az időpont kiválasztásánál gondoltunk az érettségizőkre is, hiszen ők már túl lesznek az írásbelén, de még a szóbeli előtt azért felpesdíthetik magukat. Egy igazán kellemes olyan hétvége, ami után aztán megint belehajthatják a fejüket az igába. Mikor lesz pontosan? Május 15-től 19-ig, tehát jövő hét szerdán kezdünk, és vasárnap hajnal 5-kor zárjuk a fesztivált. Azért ez kemény menet, legalábbis gondolom, hogy nektek szervezőknek, meg annak is, aki minden egyes programon ott akar lenni. Nem tudom, hogy vannak olyanok, akik nem hagynak ki semmit a Főhe rendezvényei közül? Biztosan vannak, tehát biztosan vannak olyan vendégek, akik bérletet vásárolnak, és azok minden 4 napon jelen vannak. Na hát akkor itt azért van program bőven, úgyhogy ajánljuk most akkor a kedves nézőknek, hogy kik jönnek, mire érdemes mindenképpen elmenni, mi a legnagyobb durranás ezen a héten. A zenei programban ugye 4 napos a fesztiválunk, a szerdai napon, akire igazán érdemes eljönni, az a Follow the Flow. Csütörtöki napon lesz ugye Majka, a pénteki napon lesz Horváth Tamásnak egy 90 perces élő koncertje, illetve szombati napon 2017 után ismét lesz Nyíregyházán Kovalszky meg a Vega koncert, illetve lesz egy görög sztár DJ-nk, az a Prince Karma nevezetű DJ, ő pedig először lép fel Magyarországon, úgyhogy szerintem érdemes lesz őt is megnézni. És hogyan választjátok ki ezeket a nagy neveket? Van előtte valamilyen közvéleménykutatás, vagy éppen aki azért mondjuk elérhető, abból a listából választotok, vagy akiről lemaradtatok mondjuk tavaly? Összességében a program kialakítása az úgy zajlik, hogy megnézzük, hogy kik azok a zenekarok, akik adott évben nagyobb sikereket éltek el, és ez alapján rangsoroljuk őket, és őket célozzuk meg, és általában el szoktuk tudni hívni ezeket a zenekarokat. Ugye ezek főleg az esti programok, amiről most beszéltél, de hát valamennyire azért a délután is már egy kicsit úgy gondolom, hogy fel kell pesdíteni, vagy legalábbis rá kell hangolódni az eseményekre. Hogyan néz ki ez a 4 nap napközben? Napközben sportprogramok vannak a tavalyi. Látjuk itt a tavalyi legeufórikusabb pillanatokat. Igen. Nagyon jól sikerült maga egyébként ez a kis film is, tehát nagyon. Aki ezek után nem akar az idején ott lenni, annak biztos, hogy pszichiáterre van szüksége, vagy lelki gondozóra. Szóval mi van tehát napközben? Napközben sportprogramok vannak. A korábbi években is szerveztünk már Főhe mixed labda bajnokságot, illetve Főhe futballkapot, és mivel jó látogatottsága volt, így idén is lesz ilyen, viszont most kibővül a kínálat, hiszen az egyik sporttermez támogatásával felállítunk egy mobil squash pályát, amit mindenki kipróbálhat, illetve lesz egy crossfit verseny. Hogy lesznek a helyszínek, a koncertek, illetve ezek a sportesemények pontosan?
A megszokott helyszínen lesznek egyébként a koncertek, tehát a Nyíregyházi Egyetem területén a sportpályákon, illetve van olyan napközbeni programunk, ami, hogyha rossz idő esetén, de nem lesz rossz idő, akkor, igen, akkor a fedett atlétikai csarnokban lesz megtartva. Ezt elég jól kiszámoltátok, mert most még van egy kis tél, de most már reményeink szerint tényleg így a május második felére azért illik az időjárásnak egy kicsit összekapnia magát, meg egyébként is azért egy-egy ilyen koncert, úgy gondolom, hogy ott azért mindenki táncol, vagy némi nemű melegítő italt is elfogyaszt, hogyha nincs kánikula, az se baj. A jegyekről ne is beszéljünk, de gondolom, hogy azért, aki elővételben nem vásárolja jegyet, az ott a helyszínen majd azért még be tud menni, tehát hogy lelkesítsük a nézőket, hogy így van, tehát a helyszín is lehetséges majd a jegyvásárlás, elővételben természetesen kedvezményesebb, a helyszínen valamennyivel drágább lesz ez, de a helyszín is lehet tudnak jutni. Így van, pontosan. Ez a lényeg. Nos, hát akkor reméljük, hogy olyan felvételek készülnek az idei bulikról is, mint a tavalyiról, és akkor kívánunk nektek sok sikert és kellemes időjárást ezekhez a nagyon klassz eseményekhez és nagyon nívós koncertekhez. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, hogyha ez a beszélgetés nem lett volna elég kedvcsináló a bulizáshoz, akkor most már tényleg nézzünk bele abba, hogy milyen volt a tavalyi főhe.